Február 4-én a közös nevező sorozaton belül a Vigadó emeleti galériájában Maier Erzsébet és Fekete Anna tárlata nyílt meg. A két festőművészt Pocsai Julianna művésztársuk faggatta a festészet iránti szeretetükről. A kiállított műveket március elejéig nézhetik meg a Vigadó nyitvatartási ideje alatt. A tárlat megnyitót a heti friss után láthatják. Február 21-én 17 órától ismét városunkba látogat Vesztergán Miklós tárogató művész, aki a Vigadóban a második lépcsőfok a Szakrális Királysághoz című művét ismerteti az érdeklődőkkel. Február 22-én újra Monoron lesz a Mozgó Mozi, melynek helyszíne a Monori Művelődési Központ. Délutántól a felnőttek vehetik igénybe ezt az új szolgáltatást, a Zöld Könyv, az Üveg, a Bujék és a Bohém Rapszódia filmeket nézhetik meg. Február 25-én a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján 17 órakor a Vigadó dísztermében Wittner Mária, Kaldenekker Ferenc és Dékány Bulcsú közreműködésével kerül sor a megemlékezésre, melyen beszédet mond dr. Zsombok László polgármester, majd a Petőfi Sándor utcai emléktáblánál helyezhetik el a megemlékezés koszorúit, virágait. A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. Pályázatot hirdet a jelenleg étteremként működő helyiség bérletére. A pályázatot egy eredeti példányban cégszerűen aláírva zárt borítékban kell eljutatni személyesen vagy postai úton. A pályázat beérkezésének határidejét a januári testületi ülésen újból meghosszabbították február 15-én 12 óráig. A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet egy fő pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje február 20-a. Bővebb tájékoztatás a www.monor.hu oldalon érhető el, vagy Forgács Tamás irodavezetőtől kérhető a 29-es körzet 612-339-es telefonszámon. A Kövel Zrt. Értesíti a lakosságot, hogy a sárga zsákos hulladékot a következő időpontokban szállítja el. Monor 1-es körzetében február 11-én és 25-én, a 2-es körzetben 12-én és 26-án, a 3-as körzetben február 13-án és 27-én, a 4-esben 14-én és 28-án, az 5-ös körzetben és Monori Erdőn február 15-én, míg Péteriben és Vasadon február 22-én lesz szállítás. A zöldzsákos hulladékokat pedig a következő rendben szállítja el a szolgáltató. Péteriben és Vasadon február 21-én, Monori Erdőn pedig február 22-én. A szolgáltató kéri önöket, hogy mind a sárga, mind a zöldzsákokat úgy tegyék ki, hogy a forgalmat ne akadályozzák. Mosonmagyaróváron a Széchenyi István Egyetem 200 éves agrárfelsőoktatási intézményében az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban felmerülő igényeknek megfelelő piacképes tudást nyújtó képzéseket indítanak. A felsőfokú oklevéllel rendelkezők a Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidisciplináris Doktori Iskolájában PhD tanulmányokat folytathatnak. Alapképzési szakok hétfél évben élelmiszermérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, mezőgazdasági mérnök. A duális felsőoktatási alapképzésben hétfél év alatt mezőgazdasági mérnököt képeznek. Osztatlan képzési szakok 10 fél évben agrármérnök tanár, agrármérnök. Mesterképzési szakok 4 fél évben agrármérnök tanár, állattenyésztőmérnök, élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági biotechnológia, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök, növényorvos, vidékfejlesztési agrármérnök. Az érettségi követelmények kémia, biológia, fizika, földrajz, informatika, egy idegen nyelv, természettudomány, matematika, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy, szakmai előkészítő tárgy. A felsorolt tantárgyakból 2 szükséges a sikeres felvételihez. Érdeklődni lehet a 96-os körzet 566-607-es telefonszámon, illetve a képernyőn is látható elérhetőségek valamelyikén. Február 16-án 14 órakor kezdődik a Monori Gazdakör tagjainak szervezésében a gazdaköri borverseny. Az értékelésre szánt borokat február 15-én pénteken 16 órától lehet leadni a szervezőknek. A program után vacsora várja azokat, akik igényt adtanak erre.